Szervusz, Zalán! Jó napot, Krisztián, szia! Szeretettel üdvözöllek az e-taxiban. Közd be, kérlek, a biztonsági övet, kérek egy úticélt, és már el is tartolunk kipufogógáz mentesen. Szeretnék kimenni a rendezvény helyszínére ebbe a kiváló időbe. Hát igen, ebbe a kiválóba azért éreztem egy némi kis iróniát. Hát reméljük, hogy a Szent István napokon nem ilyen idő lesz, ugye? Ti is ebbe bíztok most. Igen, mindenképpen. Ugye a tavalyi évben nem volt túl kegyes hozzánk az időjárás. Az első és a harmadik nap is esett, az első napi rendezvényt azt le is kellett fújni, vagyis hát az eseményt. A második nap az kiválóan sikerült, és a harmadik nap a rossz idő ellenére is elég szépen vettek részt az érdeklődők a Follow the Flow koncerten, több ezeren voltak, pedig végig szakadt az első. Reméljük idén ez nem így lesz. Az internetező közönség már találkozhatott a plakáttal, és hát be is jelentettétek, hogy idén is lesz Szent István napok. Minden készen áll a rajtra, mondhatjuk így? Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Most az engedélyek és a bejelentések időszaka van. Egyébként a szerződések és a fellépők megvannak, mint látták, a két fő fellépő a mindkét napra már bejelentésre került, illetve az ilyen kísérő rendezvényeknek a szervezése még folyik, de tulajdonképpen tehát ott is minden startra kész. Mikor van pontosan a rendezvény rajtjának az időpontja? Augusztus 19-én délután gyerekprogrammal, gyerekkoncerttel kezdünk, az Eszter Lánc nevű zenekar érkezik ki az Ürgemezei pihenőparkba, és onnantól tulajdonképpen vasárnap estig tart a mulatság. Természetesen a szokásos templomi rendezvényt is, ünnepi istentiszteletet is megtartjuk. Ugye a nemzeti szín trikolor az most egy kicsit talán még jobban előtérbe kerül, mert hogy az ország egyik legnagyobb zászlójának a megalkotására kértétek fel a közönséget. Erre lehet még jelentkezni? Igen, körülbelül 100 darab pólónk van még, ami ingyenesen átvehető, és lehet rá regisztrálni. Olyan 550-560 körül van most a létszám. Úgyhogy aki ebben a flashmobban szeretne részt venni, ő még 14-éig tud jelentkezni. A neve és a pólóméret megadásával kell regisztrálni a zászlókukac.csengei.hu oldalon. Ugye ez azért lesz különleges, mert hogyha a föntről látjuk majd, gondolom látjuk majd föntről is a képet, hogy ez egy óriási nagy magyar zászlót fog kirajzolni az embereknek a tömege. Így van. Tulajdonképpen besoroljuk majd a résztvevőket piros, fehér és zöld pólóba, felállítjuk őket a színpad előtt, ahol eközben Viki Dál Gyula olyan ismert számokat, mint a Szájfel Szabad Madár vagy a Költő Visszatér fog énekelni, és közben elkészül a zászló, és drón felvételt élőben közvetítünk a színpadig kivetíteni, így mindenki láthatja felülről is, meg magát is a zászlóban. Hát nagyjából egy ilyen órára terveztük ezt a történetet. Itt a póló kiosztása, a felvétele, a besorolás, tehát hogy ügyesnek kell lenni mindenkinek. Nagyon komoly logisztikai, szervezői munkát is igényel majd, nem? Ennek a zászlónak a megalkotása, több száz emberről, jelentkezőről van szó. Így van. Körülbelül egy ilyen 15-20 embernek lesz az a munkája, hogy ez megvalósuljon. Annyit még mindenképp el szeretnék mondani, hogy ha marad pólónk, akkor ott a helyszínen is természetesen a maradék pólót ki fogjuk osztani. Ha méret és az elképzelés stimmel. Aha. És lesz még itt egy meglepetésünk, amit semmiképpen nem szeretnék most előre el. Nem áruljuk el a nézőknek a meglepetést. De érdemes lesz kilátogatni. Érdemes lesz kilátogatni, ugye ez idő alatt is mennek a gyerek és színpadi programok, illetve a kísérő rendezvények. Tehát eleve azt gondolom, hogy szép számú ember tömeg lesz a helyszínen, és tehát azért ez egy nagy produkció lehet, hogyha minden flottó sikerül. Még mi az, amiről nem beszéltünk, és itt van a plakáton?
A gyerek rendezvények, illetve kísérő rendezvények egy picit megújultak. Vizes játékokat terveztünk, mert abban bízunk, hogy tényleg jó idő lesz, és nagyon meleg. Vizes csúszdát, habpartit, ezeknek az időpontját a szórólapokon, illetve a plakátokon meg lehet tekinteni. Nagy fellépők közül pedig hát Geszti Pétert, Dés Lászlót, Oláh Gergőt és Ezeriet emelném ki. Reméljük, hogy ebből a felhozatalból mindenki talál magának valami megfelelőt. A tavalyi évvel ellentétben most két napos lesz a rendezvény, egy kicsit az anyagi lehetőségeinket is ehhez igazítottuk. Készülünk számos olyan installációval, ami fesztiválszerűbbé, meg érdekesebbé teszi a rendezvényt. Ezeknek a munkálatai folynak most a dekoratőrökkel és a különféle szervezetekkel. Mindenképpen megéri majd kilátogatni, tehát. Azt reméljük. A Zürgemezei Pihenőpark ugye most már nem először ez a helyszín. Ez azért mondhatjuk akkor, hogy bevált? Én azt gondolom, hogy igen, hogy ez egy nagyon szellős, kényelmes helyszín. Igazi fesztivál hangulata van, hatalmas fák között, díszítés, világítás, minden rá lehet építeni. Akik tervezik, hogy kilátogatnak, még mondjuk el nekik, hogy innen, hátulról, meg onnan előről is be lehet majd lépni a rendezvény területére? Mi azt szeretnénk, igen, egyébként igen, mi azt szeretnénk, hogyha leginkább a strand felől közelítenék meg, tehát arra lesz kiépítve az egész, de a színpad mellett is, itt a garázssal után lesz lehetőség belépni a rendezvényre. Amit mindenképpen szeretnék még mondani, hogy ingyenes a rendezvény, minden egyes porcikája, többen is kérdezik. Nincs belépő, nincs karszalag, nincsen semmi, így van. Szabadon látogatható, csak az ételit a fogyasztásért, vagy az egyéb vásárlásos tevékenységek után kell kinyitni a pénztárcánkat. Lesz gondolom kenyérlángos is, és hát remélem, hogy a paksi cukrászdák is elkészítik majd az ország tortáját, mert hogy az is minden évben, hogyha államalapítás ünnepe, akkor hát szerintem nincsen születésnap torta nélkül. Ez így van. Minden lesz a helyszínen. Legalábbis nagyon igyekezni fogunk. Szuper. Én nagyon sok érdeklődőt és nagyon sok sikert kívánok az zászlóhoz. Köszönöm, hogy az e-taxit választotta. Gyere máskor is. Köszönöm. Szia. Szia.